Már javában tart az allergia szezon, ráadásul a tavaszi esőzések nem tették lehetővé a megfelelő gyomirtást. A gazdálkodóknak a vonatkozó törvény alapján kötelességük kiirtani a fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfüvet. A kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági növény és talajvédelmi főosztálya ezt rendszeresen ellenőrzi, pár éve már légi úton is helikopter segítségével. A levegőből nagyon jól látszanak azok a fertőzött területek, amelyek, ahol megtaláljuk a parlagfüvet, és ahol látjuk, ott a helikopter megáll a levegőben, és a GPS koordinátákkal a földhivatalnak a munkatársai behatárolják a területet. Mi megállapítjuk a fertőzés mértékét, mármint hogy a növényvédelmi felügyelők, és akkor a következő lépés az, hogy összevetjük a térképekkel, összevetik a földhivatal munkatársai, és egy úgynevezett parlagfű információs informatikai rendszeren keresztül felvesznek egy jegyzőkönyvet, amit eljuttatnak a növény- és talajvédelmi osztályra, és a növény- és talajvédelmi osztály ez alapján indítja el az eljárást. A légi felvételek a hatósági eljárás bizonyítékai, a jegyzőkönyv alapadatai. A felderítést bírságolás követheti, ami egy felszólítással kezdődik, majd közérdekű védekezést rendel el a hatóság, amit abban az esetben, ha a tulajdonos vagy a földhasználó nem végzi el a mentesítést, végre is hajtanak. Emellé növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke az 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet területnagyságnak megfelelően. Természetesen a kormányhivatalnak nem az a célja, hogy a bírságot minél magasabb összegben szabjuk ki, hanem pontosan a megelőzés, a prevenció a cél. Másrészt pedig ugye a legfontosabb érték az emberi egészség, tehát innentől kezdve nekünk ezt kell figyelembe venni. Én úgy gondolom egyébként, hogy mindenki kellő komolysággal kezeli ezt. Külön köszönetet szeretnék mondani az Agrárkamarának, aki megfelelőképpen tájékoztatta és hívta fel a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a kormányhivatalnak milyen eljárási kötelmei vannak. A légi felderítés időpontját előre közlik a gazdákkal, akik így mentesülhetnek a bírság alól. A cél ugyanis nem a büntetések kiszabása, a folyamatnak sokkal inkább prevenciós jellege van.